Győr adott otthont a 97. felnőtt Magyarországos bajnokságnak, amelyre az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendű mezőny gyűlt össze. Összesen 53 egyesület nevezett, végül a hölgyeknél 41-en, a férfiaknál pedig 85-en léptek szorítóba. Egy súlycsoportban nem hirdettek győztest, így végül 19 aranyérem talált gazdára. Az NVSC Big Boxing három versenyzővel képviseltette magát, és mindhárman éremmel tértek haza az országos bajnokságról. Előre három éremmel kiegyeztem volna, tehát abszolút, főleg a teljesítményt nézve, tehát mindenki kihozta magából a maximumot. Ugye a Ricsi megnyerte az OB-t, ami külön presztízs csata volt a Fodor Milánnal. Kovács Zoli két nyert meccsen lett érmes, a későbbi bajnoktól kapott ki nagyon szoros meccsen. Kovács Tomi az egyetlen, aki szerencsével lett érmes, de nagyon nagy meccset boxolt, amikor a döntőbe jutásért kikapott lényegében. A bajnokság egyik legnagyobb érdeklődéssel várt párharca Kovács Rihárd és Fodor Milán összecsapása volt. A szövetség által az olimpiai kvalifikációs tornán indított Fodort a döntőben 4-1-re vert a Nyíregyházi ökölvívó, aki így megvédte bajnoki címét. Az edzőmmel úgy indultunk ennek a versenynek, hogy meg szeretném nyerni, meg kell nyerjük. Így is sikerült, hál' Istennek. Amit elterveztünk a döntőbe, az minden sikerült igazából. Úgymond a 80%-át tudtam annak hozni, amit magamtól elvártam, és elég volt, úgy éreztem. A döntőről összpontosítottunk leginkább, mert ugye már régóta vetélytársak vagyunk, egy pár meccset már megvívtunk egymással, és nagyon örülök ennek a győzelemnek. A felnőtt bajnokság előtt rendezték meg a junior és ifjúsági OB-t, amiről szintén érmekkel tértek haza a nyíregyházi bunyósok. A junior ifi csapatommal is elégedett vagyok. 5 induló volt, 5 érem itt is. Petrimán Milán aranyérem, junior 63 kg-ban, Beri Kevin ifi 91 kg-ban ezüstérem. A Petrimán Patrik ifi 64 kg-ban bronzérem, illetve a női szakaszunkban a Veres Mira junior 63 kg-ban szintén aranyérem, és a Kissanyi pedig junior 52 kg-ban bronzérem. A nyíregyháziakhoz kapcsolódó hír, hogy Varsányi Áron társaságában Nagy Lajos lett a fiú ifjúsági válogatott szakmai felelőse. A nemzetközi bemutatkozása azonban egyelőre csúszik, mivel a novemberi montenegrói ifjúsági Európa-bajnokságot és a bulgáriai junior ebét is törölte a Nemzetközi Szövetség. A két kontinens viadalon Petrimán Patrik, Petrimán Milán és Veres Mira képviselte volna a nyíregyházi színeket.